Csaba Gyöngye Kulturális Központ Békéstáj galériájában állították ki a 13. Békés Csabai Nemzetközi Művésztelep alkotásait. Az alkotás során a hazai, illetve a határon túli művészek előtt nem állítottak fel konkrét korlátokat, és mindenkinek szabad kezet adtak a témával kapcsolatban. Békés Csabán nagyon élénk a kulturális élet, és nagyon fontos részét alkotják ennek a képzőművészeink. A Békéstáj Művészeti Társaság összefog nagyon sok Békés Csabai és környékbeli képzőművészt, és nagyon jó a kapcsolata az önkormányzatnak a művészeti társasággal. A művészeti társaságnak már hagyományos rendezvénye a Nemzetközi Művésztelep. A kezdeményezés és a város közötti kapcsolat nagyon fontos, mert Békés Csaba életébe a társaság képzőművészei egyfajta frissességet hoznak. Elsősorban az a művésztelepben való részvétel kritériuma, hogy professzionális művész vegyen rajta részt, és praktikus okokból kifolyólag festőművészeket hívunk, mivel a szobrász vagy grafikai művek létrehozására nem tudunk rendelkezésre bocsájtani feltételeket. Ezeken a művésztelepeken nem csak alkotásról van szó, hanem arról is, hogy esténként prezentációkat tartunk és szimpózium jellegű beszélgetéseket, ahol a művészek bemutathatják korábbi munkáikat vagy akár egész munkásságukat. A művésztelepen készült alkotásokat, szám szerint 18-at Békés Csaba városának adományozta a Művészeti Társaság. A festmények ezután természetesen nem csak egy raktárban sínylődnek majd, hanem a hivatalok vagy iskolák termeit díszítik, ennek köszönhetően a közönség is befogadhatja és elveszheti a képek művészi, esztétikai értékét.